Kezdődik a darás szezon. Erre hívja fel a figyelmet a Baranya Speciális Mentők Egyesület. A néhány centiméteres, általában sárga-fekete csíkokkal mintázott rovar nagy riadalmat kelthet a nyári időszakban, hiszen fészkeiket a faodvak és földi lyukak mellett épületekben, padlásokon is építhetik. Ezek az állatok azonban jellemzően csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat vagy kaptárjukat. Legjobb a veszélyes helyzetek megelőzése, vagyis kerüljük el a fészküket és ne ingereljük a rovarokat. Ha azonban mégis összetűzésbe keverednénk a darazsakkal, fontos tudni, hogy nem minden esetben a tűzoltóságot kell értesíteni. Méhekkel és darazsakkal összefüggésben a tűzoltók csak abban az esetben avatkoznak be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek. Ilyen esetek például, ha forgalmas közterületeken, óvodákban vagy iskolákban telepednek meg nagy számban. Ellenkező esetben a méhek befogását méhészek, a darázsírtást pedig rovarírtó szakemberek végzik. Ilyen esetekben is részt vehetnek a tűzoltók a munkában, ha a fészek olyan magasban van, hogy csak magasból mentő gépjárművel lehet őket elérni. A méhrajbefogás és a darázsírtás esetén értesíthető szakemberek listája egyébként elérhető az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján, tette hozzá a szóvivő. Fontos az is, hogy a szabadban mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket, ne hagyjunk ételt, cukros folyadékot szabadon, mert ezek vonzák a darazsakat. Minden evő lévén bármilyen eredetű szerves hulladékra rászáll, ezért egészségügyi kártevőnek minősül. Házilagos módszerrel a darázsfészek eltávolítását nem szabad megpróbálni, mindenképp kérjük hozzáértők segítségét, ajánlják a szakemberek.